Jó itt maradni a csendben. Veled, Istenem. Mesélni neked. Elmerülni benned. Jó itt lenni a beregszászi templomban. Mintha a saját otthonom lenne. Egyszer már elmentem innen, de te visszahívtál ebbe a városba, ahol születtem, ahol a gyermekkoromat töltöttem. Mennyi jó állással kecsegtettek. Választhattam több rangos nagyvárosi kórház között, de nem. A háborúban, annak idején egy valamit mélyen szívembe véstem. A rang, a pénz, a hírnév múlandó. Az egyedüli dolog, ami számít, hogy hivatásomat a te rendeltetésed szerint végezzem. Életet mentsek, szenvedésen könnyítsek, és hozzád hűséges maradjak. Nap mint nap, add áldásodat munkámra, Uram. Narodився 1887-ben született Beregszászban. Édesapja magasrangú tisztviselő volt. Úgy tudom, hogy a banki szférában dolgozott. Fia Bertalan azonban nem követte apja példáját, a közgazdaság helyett az egészségügyet választotta. Hát a Beregszászi gimnáziumot végezte el, utána a Budapestre, az Orvostudományi Egyetemre nyert felvételt, és ott avatták aztán orvosdoktorrá. Jó tanulmányi eredményeket ért el, ezért minden gond nélkül felvételt nyert a Budapesti Orvosi Egyetemre, ahol szintén szorgalmasan tanult. Miközben a fiatalok szabadidejüket szórakozással töltötték, Bertalan a halottas házba ment, hogy gyakorolja a boncolást és kutassa az orvostudományt. Igyekezetének meglett a gyümölcse. Kitűnő eredményekkel fejezte be az egyetemet. Sebészként helyezkedett el. Ez az első világháború éveiben volt, úgyhogy rögtön a frontra került, és mint hadi orvos dolgozott, operált, mentette a sebesültek életét, ezért több kitüntetésben részesült. Azt is írták róla, meg mondták is róla, hogy ő az orosz és az olasz fronton kezelt, gyógyított, műtött, sérült katonákat. És mi érdekes, hogy az oroszokat is, és az olaszokat is. Ők a katonákban sem tett különbséget, hogy most kint segítek, és kint nem segítek. Aki keze alá került, megpróbálta a legjobb munkát elvégezni. Az első világháború egy töréspontot jelentett az életében. Olyan orvosokra volt szükség, akik egyenesen a harcmezőn mentettek életet. A halállal való küzdelem élete legfőbb feladatává vált. A háború után Budapest több klinikája hívta meg, mert már akkor jó sebésznek tartották. Ő azonban az ragaszkodott hozzá, hogy visszatér szülővárosába, Beregszászba, és itt fog dolgozni, itt fogja gyógyítani az embereket. És valóban így volt, már 1917-től egészen haláláig Beregszászon, a mi városunkban dolgozott. Első világháborúban véghez vitt tettei, hogy a keleti fronton és a nyugati fronton is szintén dolgozott, mint katonaorvos. Ez teljesen becsülendő és hősies dolog. Az, hogy ezután visszajött Beregszászra, és itt folytatta és itt segítette az itteni embereket, és nem ment el Budapestre, ahol valószínűleg jobb élhetéshez tudott volna jutni, hanem az itteni embereket segítette, és szerintem ez egy igen becsülendő dolog, és hát igen, a történetei azok mind a mai napig fennmaradtak. Hát őt Beregszászon mindenki ismerte, mindenki tisztelte és szerette. Kiváló sebész volt, belgyógyász, röntgenológus. Szóval az orvostudománynak minden ágazatában
otthonosan mozgott. Berti bácsi az életén folyamán 42 ezer műtétet csinált. Több mint 40-50 évet dolgozott, tehát 50 év alatt meg lehet csinálni annyi műtétet. Tisztelettudó és rendtendő nagy akaratú ember volt. Nagyon ügyeskezett kell, megáldotta az Isten őtet. Önnála nem volt félrebeszélés, ő szerette a rendet, a tisztaságot. Ha olyan volt az idő, hogy nem lehetett biciklivel menni, akkor gyalog jött, de a menetele a kápolnába volt. Azt tudom bizonyítani, mert én is vallásos vagyok. Volt valamikor, hogy na szabados voltam, ott beszaladtam, vagy mentem a piacra, bementem, hogy minél főorvost ott lehetett látni. Vallásos ember volt, őszintén hitt Istenben. Minden egyes műtét előtt bement a templomba, egyrészt, hogy megadja a tiszteletet Istennek, másrészt, hogy kérje az operációnál, Isten is segítségére legyen a páciensnek. Mennyi minden eszembe jut a múltamból. Sosem felejtem el az első műtétemet. Egy diftériás gyereket hoztak be a kórházba. Fel kellett metszenem a gégéjét. Hihetetlenül féltem. Éreztem, hogy minden rajtam áll. Rám bízták a gyermek életét. És egyszer csak megéreztem, hogy mégsem tőlem függ minden. Megéreztem, hogy a te kezed fogja és irányítja az én kezemet. Megnyugodtam. Teljes odafigyeléssel kezdhettem el a műtétet. Te voltál a bizodalmam. Atyám voltál, aki rám fiára bízta a teremtés egy kicsi, de fontos részét. Azóta is csodaként élek meg minden egyes műtétet. Első műtétje Budapesten volt, egy diftériás gyereken végzett gégemetszést. Jól laktál, kislányom? Igen. Anya? Igen. És mit csinált velem a doktor úr a műtőben? Megmentett, gyermekem. Megmentett. Annyira féltem. Minden rossz véget ért. Nézd csak, nem sokára kész a furujád. Ugye megmondtam, hogy még egy zenekart is alkotunk veled nem sokára. Ma is egy komoly műtét vár rám. Gyomorműtét. Nem tudok úgy műteni, hogy előtte ne beszéljek veled. Hogy előtte ne tegyem az operációt a te kezedbe. A felesége még fiatal. Ő maga is élhetne még jó pár évtizedet, míg fel kell nevelnie a gyermekeit. Ringathatná később az unokáit is. Uram, mindannyiunk élete a te kezedben van. Irányítsd sebész kezeimet, hogy a te irgalmad nyilvánuljon meg tetteimben. A édesapám súlyosan megbetegedett. Bevitték a járási kórházba, Ungvárra fölvitték, de nem vállalta senki a műtétet, visszahozták, és Lényed doktor közölte, hogy ő megműti édesapámat, mivel csak 26 éves volt. Én meg a testvérem, én 6, ő 7, körülbelül ennyi idősek lehettünk. Mi otthon voltunk, sírtunk természetesen, mert nagyon szerettük édesapánkat, nagyon kiváló ember volt ő is. És hát... Eljött a műtét ideje, több mint 4-5 óra hosszát műtötte a doktor úr. Mi otthon a édesanyámnak a húgára voltunk rábízva. Hát ő is még szinte gyerek volt, 13 évesen vigyázott ránk a testvéremmel. Mikor már megtörtént a műtét, hát tulajdonképpen az volt a baj, hogy édesapámnak nagyon előre haladott gyomorfekéje volt. És amit később a szüleim elmesélték, már mikor az édesapám rendőrt egy kevéssé,
hogy a háromnegyed része gyomrát a doktor úr kioperálta. És nagyon súlyos állapotban volt, már szinte nem tudtak vele mit csinálni, és a doktor úr akkor mondta édesanyámnak, hogy van egy gyógyszer, egy amerikai, azt kipróbálja, fogja kezelni azzal a gyógyszerrel, és a 24 órán belül az édesapám vizet kér, akkor olyan 60-70% van arra, hogy túlél az operációt és élni fog. Ez így is történt, és tényleg olyan, ahogy ő mondta, hogy 24 órán belül kérte a vizet, és akkor lassan kezdett lábadozni. Édesanyám is, meg az egész család nagyon áldottuk a nevét, és még mai napig is köszönjük, hogy megmentette. Vigyázz magadra, nem sokára találkozunk. A beteg állapota stabil. Meglátja, még sok évtizedig él majd. Nagyon köszönöm. Emlékszem, amikor nevelt fiam műtött, és véletlenül elvágta a páciens ütőerét. Már otthon voltam. Hívtak, hogy sürgősen segítségemre van szükség. Pizsamában rohantam életet menteni. Minden egyes léptemnél arra gondoltam, hogy bárcsak időben érnék a műtőbe. És te megsegítettél, uram. Sikerült időben átvennem a műtétet. Örökké hálás leszek neked, ezért a mindent felülmúló szeretetedért. Egyszer operáltunk. Linner kezdte, és utána operálták a többi orvosok. És olyan kis műtéteket kellett, és a műtét itt kellett limfózni, oda járt. És ahogy operált, megsérült szonnú artériú. Annyira vérzett, hogy megfogtam neki itt, és Linner otthonról, hát Sevcsenko utcán, itt nem messzi volt, mentő eljött őtet, 10 perc alatt eljött a pizsamába. És műtét közben hamar beöltözött és bevarta. Jöjjön, amilyen gyorsan csak tud. Rögtön megyek. Köszönöm, Istenem! S a szívműtétre emlékszel, atyám? Egy nagy zsákvarró tű szúrta át a gyermek szívét, olyan szerencsétlenül esett el. Szentséges szívedhez fohászkodtam, adjon még egy esélyt a kislánynak, annak ellenére, hogy nem sok esélye volt a túlélésre. A szívműtét sikerült, a kislány túlélte az esetet. Ó, mi kegyes voltál! Ugyanakkor értetlenül álltam, amikor több évre rá megtudtam, hogy a kislány családjával együtt, zsidó volt amiatt,
elhurcolták és megölték. Először megmentetted, majd másodszor hagytad meghalni. Fájdalmas ezt tudnom, de mégis bízom abban, hogy mindennek megvolt a rendeltetése, hiszen te mondtad, hogy minden hajszálunkat számon tartod. Nagyon sok hiedelem van Mendel mondta, hogy ilyen sebészfőorvos volt Liner Bertalanról, de nálam található egy külön lenyomat, egy orvosi heti lap, ami 1941-ben jelent meg, hogy egy zsákvaró tő eltávolítása a szív jobb kamrájából. Az első szívműtétet Beregszászon végezte. Egy kislány ugyanis játék közben leesett a székről, kezében egy hosszú tű volt, és azaz a tű beleötődött a padlóba, rázuhant és átszúrta a szívét. Hát azonnal hívták Linner doktor urat, aki feltárta a mellkast, kiemelte a szívet, mind a két oldalról bevarta a sebet, visszahelyezte a helyére, és ez a kislány életben maradt. Te is tudod, uram, hogy nem minden műtéten volt sikertörténet. Különösen egy kudarcomra emlékszem élesen. Ugye emlékszel te is arra a szörnyű napra? Nem tudtam megmenteni. Nem sikerült. Pedig barátomnak volt a fia. Annyira igyekeztem, és nem sikerült. Ha nekem még ma is nehéz megbocsájtanom saját magamnak, hadd kapaszkodjak a te megbocsátásodba. Különösen azt az esetet élte meg nehezen, amikor műtét közben meghalt egyik közeli barátjának a fia. Emellett természetesen tisztába volt azzal, hogy az ember nem mindenható. A kudarc, a gyász nem hagyhat örök nyomot életünkben. Az irgalmad, uram, hatalmas, felülmúl minden fájdalmat. Nem szabad elfelejtenem, hogy mennyi mindent kell még megköszönnöm. Még mindig felfoghatatlan számomra az a tény, hogy otthon is fogadhatom a betegeket, sőt, még röntgengépem is lett. Jönnek 10, 20, 100, egyre több szenvedőn tudok segíteni. Tele vagyok tetterővel.
A sebész professzor úrhoz nem csak műtétek miatt jártak, hanem egyéb más problémákkal, mind beregszáziak, mind kárpátaliak, mind Kárpáton túliak is. Mikor egy órakor vagy két órakor végződött a munka, akkor ő hazament és estig fogadott. És röntgent is csinált, felvételeket is csinált, minden. És volt neki laboránsnő, aki megcsinálta a vérvizsgát is. A faluról bejövő betegek, azok mind szekérbe feküdtek. Kockás dúnyha. Erre valahogy úgy emlékszem, hogy piros kockás dúnyha volt meg párna feje alatt, és úgy feküdtek a betegek. Anyám, amelyiket vizsgálta, neki volt egy ilyen úgynevezett angéna duzzadása. Járt kezelése, járt, és egy időben elmúlt neki. Tehát hál' Istennek el is élt 78 évig. Nem, de sokat meggyógyult, mert tudom, hogy csak őt ismerte mindenki. Csak ő hozzám ment mindenki. Az én édesapám transformátor kezelő volt. Árammal dolgoztak, ugye? Rákapcsolta, és megütötte az áram. Nagy sápadtan bejött a konyhába, anyám ránézett, azt mondja, mi történt, azt mondja, megégtem. Itt bement a vállán az áram, a jobb keze megégett, és a talpán jött ki az áram. Szóval már mikor megégett, akkor már bekerült a kórházba, már kezelték, csak nem tudom, hogy ki kezelte. Ezt nem tudom megmondani. Na mostan ezzel sok zaklatás után már kezdett nem jó lenni a gyomra, már semmit nem tudott megenni, sem meginni, és bekerült a kórházba operációra. Természetesen dr. Diner Bertalanhoz. Nagyon szerettem fürödni, és a vérkén megsebesítettem a lábomat, majd egyszer a nyirokcsomóban lett egy ilyen tojásnagyságú csomó, és már olyan helyzetbe kerültem, hogy piros csíkok mentek fel a combomon, a lábomon, úgyhogy nagyon megijedtek a szüleim, és Berti bácsi Szent István napkor, a templom után jött a kórházba, és akkor operált meg. Hát nagyon szerettük, imádtuk, ha láttuk a városba is a botjával, és, vagy a templomba, úgyhogy hát ennyi az emlékem. A nyakamon kijött valamilyen, nem is tudom, egy szemölcs, vagy valami, de hát olyan. És egyszer, ahogy hosszú két szofom ugye lelőre lógott, és úgy odahajolt, megsimogatta a fejemet, a fejem bubjára nyomta mindig a pusziát. Szóval úgy nem kedveskedett, vagy nem tudom. És hogy hajolt csak le, Katica, mi van itt a nyakadon? Hát húztam hátra a fejemet, hát ez bizony innen ki fogjuk vágni. Jaj, én nem akarom, én félek, én nagyon... Akkor is muszáj, mert ez terjedni fog, nőni fog, és a fésű belakad, és akkor ebből baj lehet. És csak körbe rajzolt azt a nyakamon azt a szemölcsöt, és 3-4 nap múlva leesett, és úgyhogy azóta sincs még nyoma se. Én a nagymamám elvitt egyszer az Attila utcai lakásában lévő rendelőbe, ahol az előszobába ültünk le, ott ültek a többi betegek is, és a bejárati ajtóval szembe lévő szobában fogadta a betegeket. Köszönöm.
mire vár ez a sok ember? Tudod, ez a Linnet doktor úr egy nagyon okos orvos. Sok betegséget meg tud gyógyítani. Ezért sokan jönnek hozzá nem csak Beregszászból, hanem egész Kárpátaljáról. Most már értem. De nem csak magamért könyörgök. Áld meg kérlek családtagjaimat, élőket és holtakat egyaránt. Remélem, a feleségem már jó helyen van. Sokat szenvedett itt a föld élete során. Fiaimért is imádkozom, az édes fiamért, Bertalanért, és a nevelt fiamért is, Laciért. Védelmedbe ajánlom mindkettőjüket. Oltárod elé hozom testvéremet, akinek annyi sok mindent köszönhetek. Elsősorban azt, hogy támaszom volt a mindennapi életben, mindig jutott ideje számomra. Ismert engem, elfogadott és őszintén szeretett. Hát imádta Gizi nénit, a feleségét, és érdekes módon, amíg megütött engem, hogy magázódtak. Hát ugye ez nálunk valahogy olyan szokatlan volt, hogy maga Gizike, meg maga Berti. Volt neki egy testvére, a Liner kisasszony, ott a hegyoldalon volt egy gyönyörű háza, és a felesége már, akivel élt, az meg beteg volt, állandóan nagy fájdalmai voltak, aztán kapta a fájdalomcsillapítókat, de a családi élete nem volt jó. Nem volt boldog, mondjuk. Volt nekik egy bricskájuk, és akkor így vasárnap délután kikacsiztak a szőlőbe. És van szép volt a felesége, egy szőke, nagyon szép, nagyon szép. És ez a Grigási fiának számított, de hát azért nem az ő fia volt. Az ő fia Budapesten élt. A feleségének a fiát dr. Grigási Lászlónak hívták, aki szintén orvos volt, hát nyilván a nevelőapja nyomtokai alapján. Ő rá emlékszem. A Beregszászi Kórházban dolgozott a sebészeten, és urológus szakorvos volt. Budapesten élek, és hát én az öreg Linner, dr. Linner Bertalannak az ők fia vagyok. A családfájáról a mi részünkről mi annyit tudunk, hogy volt ugye a fia, akit szintén ugyanúgy hívtak Linner Bertalannak. Ő elment Budapestre, és ott elkezdett tanulni az orvosi egyetemen. Ebben az időszakban megismerkedett egy Árnyék Julianna nevű hölgyel, aki varrónőként dolgozott. Ebből a kapcsolatból született egy egyetlen fiúk. Árnyék Julianna még terhes volt, amikor a Linner Bertalannak, az orvostanhallgatónak el kellett menekülnie Budapestről, mert ugye az édesanyja az tudomásunk szerint zsidó származású volt. Haláltól félve elmenekült Magyarországról és Budapestről, történetek szerint Svájcba, és nem vette fel a kapcsolatot az itteni rokonaival, se az apjával, se a Budapesten Árnyék Juliannával. Én nagyapám, Tóth Bertalan, megpróbálta felvenni a kapcsolatot az eredeti édesapjával, a Linner Bertalannal, de az ő apukája, tehát az öregebbik Linner Bertalan, ő dr. Linner Bertalan, ő visszatartott minden információt a fia hollétéről, de valahogy végül is sikerült egy találkozót összeegyeztetnie a nagyapámnak és a ő édesapjának, a Linner Bertalannak. Egyszer találkozott vele, ott megbeszélték, meg kell beszélni, de viszont ennek a beszélgetésnek a témáját a nagyapám a sírba vitte, mert a haláláig senkinek nem beszélt róla, hogy akkor mi történt. Az idősebbik Linner Bertalan, itt a Beregszászon, tehát biztos vagyunk benne, hogy találkozott a fiával, ezt egy-két kép is bizonyítja. Thank you.
újra és újra rácsodálkozom a gyermekekre, az ártatlanságukra. Tiszta a tekintetük, és hófehér a szívük. Te mondtad, atyám, hogy legyünk olyanok, mint a gyermekek. Segíts engem abban, hogy ne csak jó példát mutassak nekik, hanem én is tanulhassak a kisebbektől. Valahogy úgy kora ősszel volt, és Berci bácsi azt mondta, Katica, te most ülj le nyugodtan, ne vár rám, egyél. Ott a puliszka. Jaj, mondtam, minden nap nem szeretem a puliszkát, de hát azért elfogadtam. És egyszer azt kérdezte tőlem, mikor ott eszegettünk, hogy figyelj csak, és szoktál te imádkozni? Mondtam, én tudok is. Hát ez ott nagyon megörült. Hát milyen vallású vagy te? Mondtam, református. És akkor szoktál te bemenni a katolikus templomba? Igen, gyakran bemegyek. És miért? Mert ott közel van hozzám Jézuska. Tehát ugye kép és szobrok. És láttam, hogy ez nagyon jól esett neki, mert ő mélyen katolikus volt. Tessék! Csokolom! No, csak te vagy az, Katica. De jó, hogy jöttél. Gyere, egyél egy kis puliszkát. Nem annyira szeretem. Tudod, a puliszka nem csak finom, hanem nagyon egészséges is. Ha megeszed, nagy leszel és erős. És szoktál imádkozni? Persze, tudok is. Milyen vallású vagy? Református. És a katolikus templomba is be szoktál jönni? Persze, oda is szeretek bemenni, mert ott olyan közel van Jézus. Gyerekkoromban. Majd minden reggel találkoztam a főorvosúrral. Ő végigjött az utcán kerékpárral, én pedig egymást előztük. Hát valószínű kerékpára ő előtt. Én pedig mentem az iskolába. Egy utcában laktunk, én jártam iskolába, és ő is jött, ment, mikor, hogy, és akkor. Hát ugye egy 3 méter biztos volt mindig. De hogy ilyen kalapot emelni, mert abban az időben viseltek kalapot a férfiak, és igen, tisztelettel a másik oldalra is felemelték a kalapjukat. De hogy én, hát én úgy szégyeltem magam, és mondtam otthon, hogy hát én nem tudom megelőzni, hogy én köszönjek előre. Mindig ő köszönt előre. Aztán már belenyugodtam, hát már mindegy. Nagyon-nagyon szép emlékez. Anyuma, nagyon sietek az iskolába. Miért? Mert ilyenkor Liner doktorral találkozom, és ma megelőzöm őt a köszönésben. Szia, anya! Kezdj csokkolom, kisasszony. Jó reggel, doktor úr. Hát majd legközelebb megelőzöm. Igen, kicsi akarok lenni, mint a gyermekek. Mennyi mindent ígértek már nekem. Nagyobb házat, autót és sok-sok pénzt, az anyagiak. Ó, Istenem, én csak a te názáreti házadhoz hasonló hajlékot szeretnék, és mellé egy kis kertet, szőlőt. Nem vágyom gazdagságra, csak te rád vágyom, Istenem, a békességedre, a közelségedre. Ami fölöslegen van, azt szívesen továbbadom. Minek tartogassam, a moly és a rozsda megemészti. Mennyivel nagyobb szüksége van erre a pénzre a rászorulóknak, akikkel utamon találkozom. Hogy honoráriumot nem vette el, az biztos, ez minden ingyenes volt. Kedves ember volt, és mindenkivel, a szegényeket ingyen gyógyította. A gazdagoktól igaz elvette a honoráriumot, de ennek jelentős részét a római katolikus templomnak ajánlotta fel, amelyet rendszeresen támogatott anyagilag nagyon jelentős összegekkel. Úgyhogy az egyház közösség is nagyon sokat köszönhet neki, mert segített a templom fenntartásában.
nagyon sokat segített a szegény embereken. Ha nem volt pénzük a műtétre, akkor ő díjmentesen meg is műtötte őket, aki nagyon rászorult volt, és nagyon sokat segített az egyházat, rengeteget. Mindenki mondta, hogy jó orvos, minden, hogy menjünk, és elmentünk a férjemmel hozzá, és nagyon sok baja volt a férjemnek. Építkeztünk, és hát nem bír dolgozni teljesen, mint azt mondja, hát nekem már végem van, hát már 4 éves házasok voltunk, hát azt mondja, én nem bírok, én nem. Na menjünk, és elmentünk a főorvos úrhoz, mint mondtam magának, megvizsgált a férjemet, mennyi mindent kiírt. Ha valakire ránézett, az már meg volt mentve. Akartam neki a pénzt adni. És azt mondta, kisjányom, vidd el a kápolnába, meg van beszélve, örülök neki, építkeznek, már benne lakunk a házba. Nagyon azt hittem én, hogy valami palotába lakik, de egyszerű ház, már lakott végig, semmiféle különösség nem volt benne. Naponta 3-szor egy tabletta is jobban lesz. Fogadja el hálából ezt a csekély összeget. Szó se lehet róla. Csak vigye haza, jól jön az összeg még a háznál. Isten áldja meg. Ezerszer áldja meg, de hogy hálálhatnám meg? Csak menjen haza és gondoskodjon a családjáról. Jó egészséget kívánok. Köszönöm. Isten áldja. Nagyon szerette az embereket és örült annak, ha megajándékozhatja őket. Tudta, hogy az ápolóknak és a személyzetnek kevés a pénze. Így, ha éppen valakinek születésnapja volt, egyébként mindig megjegyezte a születésnapok dátumát, pénzt adott ajándékba. Mi másra volna szüksége még az embereknek? Annyira pártolt a szegényeket, az én férjem telefonista volt a kapunál. De ezek már mind örvendeztek, ha jött a karácsony, jött a nemzeti ünnep, november 7-e, május 1-e, borítékban, névre szólóan a 100-as, Linnert főorvos úr, mind kezet fogott vele. Áldozatos munkájukat egy kis szerény összeggel szeretnék meghálálni. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Nehogy, doktor úr, hát nem kellett volna. Köszönöm. Nagyon kedves, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Hálásan köszönöm. Boldog új évet! Boldog új évet! Szóval ez a Sevcsenko utcába doktor Liner főorvos úr, sebész főorvos úr, ők ott laktak majdnem az utca elején. Hát elég elején laktak. 44 őszén. Arról volt szó, hogy fel fogják robbantani azt az épületet, ahol mi lakunk. De nem sikerült, hál' Istennek nem sikerült, mert hamarabb ide érkezett a sereg. Akkor széjjel volt hordva, mi otthonunk nem volt otthon, a butor a szomszédoknál, és akkor dr. Liner Bertalan felajánlotta, akik az utca végén laktak, hogy egy pincét azt adja nekünk Buvóhelynek. Félek, anya. Nem sokára hazamegyek. Ne félj. Itt biztonságban vagyunk. A jó Isten áldja meg ezt a Linnel doktort, amiért befogadott minket. Milyen jó lelk. Milyen együtt érzi. Más búvóhelyet nem is találhattunk volna. Jó, na. Nyugodj meg, kicsike. Hamarosan kimehet. Még a szegénységnél is elfogadhatatlanabb, ha valakit szándékosan megaláznak. Emlékszem arra 44-es évre.
A zsidó ellenes intézkedések már itt Kárpátalján is észrevehetőek voltak. Megkülönböztető jelzés viselésére kötelezték őket. Egy sárga, hatágú csillagot kellett viselniük a ruhájukon. Elfogadhatatlannak tartottam a rendelkezést. Belső szabályokra való tekintettel a kórházban megengedtem, hogy ne viseljék ezt a megalázó jelvényt. Bárcsak többet tehettem volna ezekért az emberekért. Még ma is szemem előtt van az a sok megfélemlített zsidó, akik rettegtek, mert bármelyik pillanatban elhurcolhatják. Értük, könyörgök most, Uram. Kérlek, soha ne ismét tődjenek meg ezek a szörnyű események. Nagyon fontosnak tartom azt megemlíteni, hogy sok a kórházban, Beregszázban nagyon sok zsidó orvos dolgozott. És amikor jött az a törvény, hogy a zsidó jelvényt kell viselniük a zsidó orvosoknak, ő nem engedte meg, hogy a kórház területén ezt a jelvényt hordják. Ez is egy nagy becsületességet sugall belőle, hogy nem csinált különbséget, hogy ki milyen nemzetiségű, vagy ki milyen vallású orvos. Itt az volt a lényeg, hogy orvos legyen. Mikor a zsidókat gyűjtötték be, azt is tudni kell róla, hogy mikor feltüzették az orvosokkal a sárga csillagot, azt mondta, hogy nekem is adjanak egyet. Ha ők, akkor én is. Így hát egyedül Beregszázban nem kellett az orvosoknak ő általa sárga csillagot feltűzni. Hogy van, kedves Anna? Hallottam a rendelkezésről. Mindent megtettem, hogy a kórházban ne legyen kötelező a sárga csillag viselése. Megengedték. Vigyázzon magára. Valóban. Köszönöm. Tegye el. Hálásan köszönöm. Istenem, szeretek dolgozni, de szeretek pihenni is. Egyik kedvencem a fényképezés. Micsoda találmány, hogy egy-egy felemelő érzéssel teli pillanatot meg tudok örökíteni. A boldogságtól dobog a szívem, amikor a fényképen újjáélednek a szép tájak. Vagy a zongora. Hazaérve munka után leülök a hangszer elé. Beleolvadok a zene világába. Felüdít, nyugtat. Közben pedig finomítja az ujjak mozgását. A műtéteknél ügyesebbé válik a kezem. Nem tudom említés nélkül hagyni a biciklizést sem. Amikor felülök a biciklire és elindulok, nem győzök hálát adni neked. A friss szellőért, a madárcsicsergésért, a város zajáért. És milyen jó, hogy így még a környék falvait is meglátogathatom rendszeresen. Szívélyes, barátságos ember volt, végtelenül szerény. Kerékpáron járt például munkába, nem vette igénybe a mentőszolgálatát, bármint a kórház sebészfőorvosa ezt nyugodtan megtehette volna. És ő mindig vasárnap eljött vizitre. És bejött a műtőbe, és amikor én dolgoztam, bementünk az 5. emeletre, és fényképeztünk az egész Beregszáz. Fiamról is, rólam is csinált fényképeket. Sose nem volt fáradt. Kiállt ide a mi falunkba. Neki egy igazi úgynevezett csepél magyar biciklije volt, egy ilyen egy igazi békebeli, úgy nevezzük. Én arra emlékszek, hogy nem kocsi jött, kidobolták, hogy jön a doktor úr. Na, hát abban az időben ugye nagyon ritka háború után nagyon kevés. Tehát felszerünk se út lényegében, csak a városban kellett, ha nagy baj volt. Rendszeresen kiállt havonta, vagy két havonta, ezt nem tudom megmondani.
A községi klubba gyűltek össze, majdnem az egész falu népe, kicsi, nagy, apraja, nagyja. És ott előadásról, főképpen az akkori, tehát betegségekről. Meg azt persze, hogy egy kérdés, a baja volt, nem vizsgált, hanem berendelte magához a pacienseket. Múlóan nem részek rá, hogy odafigyelve hallgattuk, majdnem mondom, olyan bácsika volt, mint a nagyapám, hasonlóan egy bajuszos, szimpatikus öregember. Mindenki szívesen fogadott, tehát olyan nem volt, hogy visszautasította volna, hogy kiváltak ki falura, hogy bement. Szép jó napot, doktor úr! Jó napot! Kívánok, doktor úr! Ő az? Igen. Ő gyógyított meg. Megmentette az életemet. Siessünk, Izi! Hagyd már, apa, mert még elkésünk! Gyere már, menjünk, mert még nem maradunk a beszédéről! És a szőlő. Valódi kikapcsolódás számomra. Ha gondoskodhatok külön-külön minden egyes szőlőtőkéről. Megvédem őket a fagytól, a káros rovaroktól, a fertőzésektől. Már évek óta próbálkozom a szőlőnemesítéssel. Tudod, uram, a te dicsőségedet keresem ebben az elfoglaltságomban is. A bor elkészítésének a csodája is magával ragad. De ezt sem csupán a magam örömére készítem. Szívesen adok belőle rokonoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, és persze az egyház által neked, hogy a pap szentséges véreddé változtassa a szent mise keretében. Öröm számomra, hogy legalább ezzel a csekélységgel járulhatok hozzá a szentséges misztériumhoz. Hát igen, ez a hobbija volt a szőlő nemesítés. Több mint 100 fajta szőlő volt a kertjében, és a Traminer meg a Riesling keresztezéséből származó hibridet őről nevezték el, hivatalosan a Pécsi Szőlészeti Egyetemen, amellyel állandó kapcsolatban állt. Kiváló borai voltak, és ő maga is szerette a bort. Nem vették el a szőlő birtokát, és ezért ő itten állítólag tudott nemesíteni több mint 100 fajta szőlőt, többek között a Gizala emléke, Beregszász szépe, Beregszászi mennyecske,
Háza mellett található kertben szőlőtermesztéssel foglalkozott. Ha jól tudom, a pacsirta mellett is volt földje. A nehéz műtétek elvégzése után ez volt számára a legkedvesebb kikapcsolódás. Úgy hallottam, hogy borkészítéssel is foglalkozott, amiből az egyháznak is adományozott, valamint a kórházba is vitt ünnepek alkalmából, hogy megkínálja a munkatársait. Természetesen a kollégák úgy emlékeznek vissza erre a borra, mint egy rendkívül finom italra. Mondogatták, hogy ennyire finom bort még sosem ittak. Azonban mindig csak annyit töltött a pohárba, hogy az emberek ne részegedjenek le tőle, hanem inkább élvezék az ital finom ízét. Budapesti Kertészeti Egyetem kihelyezett képzésének voltam a vezetője 12 éven keresztül. Az onnan kiutazó szőlőtermesztést tanító tanárú dr. Esznagy László felajánlotta a segítségét, hogy segít a Liner Bertalan által nemesített szőlőfajtákat visszahonosítani Kárpátaljára. Az ő tanítványa dolgozott a Pécsi Kutatóintézetben. Ő 10 fajtát hozott vissza. Parászka György a II. Rákóczi Ferenc főiskolán működő kihelyezett kertészeti képzésnek gyakorlati oktatója volt. Ezt Nagy László tanár úr szoros kapcsolatban állt vele, és úgy látta jónak, hogy ő ezeket a fajtákat le tudja szaporítani. Ugye a nemesítés az nagyon komplex dolog, egy egész élet munkája, és akkor sem biztos, hogy sikerül komoly eredményt elérni, de mint ugye tudjuk, Liner Bertalan ő sebész volt, és nagyon, nagyon precíz ember volt, és nagy szerelme volt a szőlő és a nemesítés. A Pécsi Kutatóintézettel már felvettük a kapcsolatot, és el is küldtek nekünk az eredeti kézzel írt Liner levelet, ez 1969-ből származik ez a levél, ugyanis ő felküldött 25 fajtát hitelesítésre. És a mai napig ezek a fajták megvannak az ő telepükön, és hát a fiatal szőlész generációnak célja az, hogy ezeket a fajtákat visszahozzák, ezeket szaporítsák, és különálló bort készítsenek belőle, ugyanis ez egy érték, ez egy, hát nem is hungarikum, inkább kárpátikum, ha nevezhetem így. Ilyen szentestei vacsora alkalmából a Liner doktor borából is kóstolhattunk, nyilván ajándékba kapta a család, és én emlékszem, hogy nekünk, mint gyerekeknek ilyen desszertes kanál alatt a 2-3 desszertes kanálnyi vörös bort, hát aminek már most már csak az illúziója van meg, de mindig mondták, hogy tudjátok, hogy ittatok a Liner-féle borból. Kóstold meg! Te is? Olyan, mint az orvosság, hiszen Liner doktor készítette. A gyerekeknek sem állt egy kevés, a legjobb szőlőből készült. Nem lesz neki hisztása. Ez így igaz. Kóstold meg te is. Szívesen megkóstolom. Na. Életemben nem ittam még ehhez hasonlót. Nagyon finom. Most mennem kell, atyám. Elbúcsúzom, de ezt a viszontlátás örömében teszem. Tudod, hogy visszajövök. Minden nap jövök. Egészen addig, ameddig magadhoz nem szólítasz engem. Nincs olyan nap, hogy ne nézek be hozzád. Nincs olyan műtét, amely előtt ne kérném az áldásodat. Köszönöm, hogy meghallgattál. 1969 egyik reggelén, mint minden nap, elindult a kórházba. Munka előtt bement a templomba, leült a padba, hogy imádkozzon, és ekkor érte őt a halál. Felállt, kiment a sekrestyébe, hogy vegyen egy pohár vizet, és bevegye az orvosságát, de sajnos már összeesett, és a sekrestyét is fektette egy ilyen heverőre,
a mise végén a tisztelendő úr bejelentette, hogy Liner doktor úr elhunyt. Sokszor úgy eszembe jut, hogy vajon ennél az oltárnál térdepelt? Itt halt meg, de el lehet képzelni egy ilyen csodálatos élet után egy ilyen halált, aki imádkozva térden állva hal meg. Csodás! A temetésre szólva meg volt hagyva egy levél, és még én is elolvastam, mert ott olvastuk, hogy a temetésem római katolikus vallásom szerint történjen. Akkora tömeget én életemben csak a május 1-i meg a november 7-i felvonulásokon láttam a városba. Tehát azon túl, hogy a gyászmenetbe mentek nagyon sokan, a Sevcsenko utcai háztól a temetőig, az Esze Tamás utcán végig, a járdán óriási tömeg állt. Tehát nem mentem el a temetésre, a férjem ment el. És én fentről a karomba gyerekkel sírtam végig. Beregszázban utcát neveztek el róla, a járási kórház területén egy szobrot is állítottak neki. Valóban sok embernek mentette meg az életét, és ezért az emberek nagyon hálásak neki. Elvégeztem az orvosi egyetemet, közben szegény professzor úr meghalt, és a tisztelete bennem volt még mindig, és úgy döntöttem, hogy saját költségemen valahogy meg kell örökíteni az ő emlékét, és egyeztetve a kórházi vezetőséggel, egyeztetve a művésszel, létesítettem az emlékműt, emlékszobrot neki. Elengedhetetlen ilyen tiszteletadás, hogy ugye az első, illetve az egyetlen beregszászi szőlő nemesítőnek a szobrát a kórház udvarba megkoszorúzzák. Ugye ilyenkor borlóagrend tagjai kimennek, megkoszorúzzák, elmondanak egy beszédet, elmesélik az ő életét, az ő munkásságát, az ő példaértékét. Nagyapám, ő nem orvos lett, és az ő fia sem, tehát az én apukám se orvos lett, hanem vállalkozó, viszont én azt szeretnék lenni, és most egyelőre jó úton haladok afelé, hogy az lehessek. Berti bácsi nagyon nagy fej volt, és hálám neki, hogy ebben a kórházban dolgozom, ahol az ő nevét bevilágítsa ezt a kórházat. Csak azt tudom róla mondani, hogy mindenki csak dicsimdúz enged. De az emléke itt van, megmaradt.